Még az összeíróda vagy nem? Van még az összeíróda? Jó napot kívánok! Üdvözlöm a itt megjelent sajtómunkatársait. A nevem Dorogi Gyula. Az Otthon Szigetszent Miklóson civil szervezet egyesületnek polgármester jelöltje, illetve képviselő jelöltje vagyok. Civil szervezetünk, egyesületünk több éves múltra tekint vissza. Igyekeztünk mindig a lakosság érdekeit, jó közérzetét, az élhető város tekintetében szolgálni őket. Mit jelent ez? Foglalkoztunk parlagfűítéssel, szemétszedéssel, szelektív hulladékgyűjtéssel, majd aztán eljött az a pillanat, amikor úgy gondoltuk, hogy ennél sokkal markánsabb, határozottabb, majd hogy nem egy kicsit már az indulatoktól nem mentes programmal kell, hogy induljunk a most elkövetkezendő októberben történő önkormányzati választásokra. Miről is beszélek? Szigetszent Miklós egy lakótelep, ami három gyárra épült annak idején, a Csepel vasművekre, a Csepel autógyár és a Pécsi gépgyárra. A rendszerváltáskor egy csapásra megszűntek a munkahelyek, emberek ezrei kerültek ki az utcára, de hát valamiből meg kellett élni, és az embereknek, a családjuknak, a gyerekeknek ennivalót, megélhetést, biztos életet kellett, hogy biztosítsanak. Ezért muszáj volt nekik a garázsaikból, a sufniaikból, a biciklitárlóikból, a szemétárlóikból különböző kényszervállalkozásokat csinálni. Mi is volt ez? Erre jött egy nagyon jó lehetőség, az akkori devizahitel. Sajnos ez ma már tudjuk, hogy mit hozott magával, illetve ennek a következménye, emberek százai ezrei kerültek ki az utcára. Ezért aztán úgy gondoljuk, hogy miután Szigetszent Miklós specifikumánál a volt három gyár megszűnése okán nagyon érintett ebben a dologban, ezért a bérlakás program, mint olyan, az egy nagyon fontos főcsapás vonalra lenne programon. Többek között nem feledkezünk meg a fiatalságról sem, akik szeretnék az életüket úgy elkezdeni, hogy ne legyen az a probléma, hogy a szülőktől, vagy megint hitelekből próbáljanak úgy anyagokat szerezni, hogy lakást tudjanak maguknak vásárolni, ami most például ki, egyszerűen majdnem kilátástalan. Miért is? Mert a mai ingatlan piac, a mai ingatlan árak egész egyszerűen olyan szinten az égbe szöktek, ami ez ma már hát majdnem kilátástalan, így ismételjem meg. A lényeg az, hogy ezért aztán van egy fecskelakás program, ami a fiataloknak a 5-10 éves gondtalan életét biztosítaná, tudná egy kis levegőhöz jutni, egy kis pénzhez jutni, hogy a későbbiekben saját ingatlanhoz jusson. A harmadik, az pedig visszacsatolódna az első, a bérlakás programhoz és a devizahitelesek problémára, a devizahitel problémával küzdőknek a jogsegélyszolgálata. Nem foglalkoznak az emberekkel. Talán Anatol France írta azt valahol egyszer, hogy valakinek passzió, valakinek muszáj a hit alatt lakni. Ezeknek az embereknek ez egyik sem volt fontos, és nem volt muszáj. Ezek az emberek nem akarnak a hit alatt lakni, biztos megélhetést szeretnének, és ez muszáj fedni a fejük felett. Ezért egy olyanfajta jogsegélyszolgálat, ami legalább a végrehajtások, az árveréseknek a szüneteltetését, addig, amíg erre valamiféle jogi megoldás nem fog kerekedni, addig ezt megszüntetni. Nagyban segíteni ennek az embereknek a nyugodt életüket. Tudni kell még azt, hogy foglalkoztat minket Szigetszemes lakosságának a szabadidős tevékenységünk a felhasználása. Muszáj vagyok egy kicsit, és ilyenkor megint óvatosan kell bánjak a szavakkal, mert nem tudok nem indulatokkal beszélni erről. Tőlünk nem messze, itt van egy Ósan nevű multi, aminek az éjszakai parkoló helyének a közvilágítása a Szigetszentmiklós város költségvetését terheli. Kérdezem én, hogy miért. Ezzel szemben itt van lenne a Dunaparton nekünk egy hatalmas sétányunk, ahol még olyan sötét van, hogy az ember félve teszi ki oda a lábát. Ha valaki Szigetszentmiklósra el akar menni egy kicsit sétálni a családjával, kedvesével, szerelmével, el kell menjen a Kopaszi gátra, mert ott találja meg erre a lehetőséget. De az Ósannak a parkolóját éjszaka, ahol egy autó nem áll, a Szigetszentmiklós város költségvetése finanszírozza. Érthetetlen a számomra. Tovább megyek.
Ha esetleg kijelzik a szavaimból azt a fajta baloldali gondolkodást, akkor jól érzik. Én onnan jöttem. Én az MSZP-nek voltam annak az elnökségi tagja, 2009-es európai választásokon kampányarca voltam az országos pártunknak. Itt voltam a helyi DK-nak a vezetője, de az a baloldal, aki most ma Magyarországon országosan képviselteti magát, számomra nem viseli azt a fajta értékrendet, ami a baloldaliságnak kellene. Mit értek ezzel? A lakosságról odafigyelés, a segítség és a szolidaritás. Egyszerűen számomra ez ma, amit ők maguk a baloldalnak mondanak, elfogadhatatlan. Hadd mondjak erre egy példát. Jó múltkorjában még DK-s mi voltam, egy interaktív lakossági fórumra meghívtuk ide Vadai Ágnest, aki azt mondta, hogy a deviza hitelességnek nagyon jól felelhető és érzékelhető az egyéb felelőssége, mert nagyon sokan ebből medencét meg laptépét vásároltak. Mondta ezt itt, pontosan ezen a helyszínen, egy szociál lakótelep kellős közepén, mondom, ahol 3 gyár szűnik meg. Hát innen üzenem neki, itt senki nem vett se medencét, se laptévét. Ezek az emberek csak meg akartak élni belőle. De tovább megyek. Milyen baloldal az itt ma Szigetszent Miklóson, akinek a vezetője jelen esetben, aki megcsináltak, ők azt mondják, összefogás szerintem egy katyvasz, aki a Jobbikkal összeáll, az nekem az a közelmúltig szoros üzleti kapcsolatban áll a jelenlegi jobboldali városvezetéssel. Nézzék, én nem fogok senkinek a zsebőt turkálni. Ha megérdemelt jövedelem, az megérdemelt jövedelem. De egy 1,2 milliárd forintos pályázat megírása után az a sikerdi, amit beletöntek ennek az úrnak a zsebébe, utána nem hiszem, hogy elvárhatott tőle egy hiteles ellenzéki magatartás, aki majd mind ellenzékként a jelenlegi polgármester ellen egy képviselőcsapatot kiállít meg egy polgármester jelöltet. Ezzel minden egyes szavamért vállalom a felelősséget. Tehát, ma Szigetszent Miklóson nagyon sok minden nem megoldott. Szigetszent Miklóson ma a gyerekek, nem mindenki, de nagy része konténeróvodákba jár. Ma itt Szigetszent Miklóson önkormányzati szükséglakás vagy bérlakást szerezni kihalásos alapon megy. Ezért az a fajta főcsapás van, amit az előbb említettem, a bérlakás program, az egy nagyon fontos programtervünk, és hogyha a helyzetbe hozunk a lakosság szimpátiája okán, akkor bizony nekünk október 13-a után, 14-én ez az első dolgunk, hogy elkezdjük tenni a dolgunkat ezügyben. Kérdezem a kedves sajtó részvevőit, bárkinek is egy kérdése, rendben hozzánk. Lenne az, hogy itt említette itt az ellenzéki összefogásnak a kérdését, itt konkrétan itt kik vannak ebben benne, és miért látja úgy, hogy ez egy viteltelen összefogás? Nézzék kérem, itt ebben benne van az LMP, a Jobbik, a Momentum, a DK és az MSZP. Amikor az előbb arról beszéltem, hogy van egy úr, aki ugye szoros üzleti kapcsolatban a közelmúltban és a jelenlegi városvezetéssel, az egyik MSZP-s volt, és én amikor a DK-ból kiléptem, mert a Vadai Ágnes féle jelenlét után azt mondtam, ez számomra elfogadhatlan, és jött az uniós választás, az országos átlag 16%-ot ért el akkor a demokratikus koalíció, és Szigetszent Miklóson mi 22%-ot, erről 6%-kal többet értünk el. Én kiléptem ezek ellenére, de ez az úr az MSZP-ből már másnap azonnal belépett a DK-ba. Tehát már előre számomra egy hiteltelen figura, de hogy mi? Az, amiről beszélünk, hogy egy magát baloldalnak mondó párt, legyen az MSZP vagy demokratikus koalíció, a Jobbikkal összeáll, pedig én még emlékszem azokra a sajtótájékoztatókra, nyilatkozatokra, tévés és írott sajtóban tevő megnyilvánulásokra, hogy nem jött az a pillanat, hogy az ember, hogy mi a Jobbikkal összeálljunk, na most itt Miklóson megtették. Nem olyan ember vagyok büszke, hanem egész egyszerűen a gyomrom fordul fel tőlem. Azzal az LMP-vel állnak össze, akik Szigetszent Miklóson, de országos szinten is bizonyos szavazásokkal rendszeresen mindig ellenünk szavazott. Azzal a Momentummal álltak össze, hogy ez már teljesen szubjektív véleményem, hogy a Fidesz csinálmánya, én mégis úgy gondolom, hogy az olimpiának az akkori meghúsításán kívül nagyon nagy érdemei nincsenek. Ráadásul ismeretlen figurák itt Szigetszent Miklóson.
Én úgy gondolom, hogy ez a mindenáron való, csak a köztudatban lenni, vagy egy kicsit nekem az egzisztenciális politizálásra emlékeztető viselkedés, hát szöges ellentétben áll az én elveimmel és morális életemmel. Még jön a kérdésem, hogy akkor tulajdonképpen ön mögött akkor milyen szervezetek állnak? Mi mögöttünk semmiféle szervezet nem áll. Az otthon Szigetszentmiklósa civil szervezet, egyesület, az csalódott baloldali emberekből, a városukért tenni akaró emberekből, zöldekből, akik a zöld életet gondolják magukénak, vagy az egyik hölgytagunknak, aki a Merrák Alapítványnak egyik felkent képviselője. Én úgy gondolom, hogy erre ma van szükség van, és nekünk az a fajta támogatói szervezet, amire is meg gondolnak, az nekünk nincs. Erre gondoltam, hogy akkor melyik szervezet lesz feltüntetve majd a A nevünk otthon Szigetszentmiklóson civil szervezet. És még egy utolsó kérdés, az bérlakás programmal kapcsolatban ezt úgy kell elképzelni, hogy itt bérlakásokat szeretne építeni még, hogy vannak esetleg üresen álló lakások, amelyeket erre fogják használni? Erről sajnos információm nincsen, bár élek a gyanúperre, hogy üresen álló bérlakások vannak, de igen, valóban az építése van a legfontosabb, és azt még muszáj vagyok elmondani, hogy Szigetszentmiklóson több sportintézményünk van, amit teljes kihasználhatlansággal épült, a jelenlegi STK, a Wolfs STK Rima csarnok, mert futballcsapatunk már nincsen, hogy a megkezdett sportcentrum, amit 4,5 milliárd forint áll benne, és hát nincsen hamis illúzió, hogy föl fog épülni, évek óta ott áll, és azt a 4,5 milliárd forintot például a bérlakás programra inkább kellett volna felhasználni, mert ez még mindig az én számomra is 4500 millió forint. Ha csak a bekerülési költségét nézzük egy ilyen lakásnak az építésénél, én úgy gondolom, hogy abból nagyon sok bérlakást lehetett volna építeni, és nagyon sok embernek hozta volna azt a fajta megnyugvást, hogy le tudja hajtani a fejét valahol normálisan. Én köszönöm szépen. Valakinek még kérdésünk? Majd én csinálok veled. Akkor köszönöm szépen a sajtó, hogy megjelentek és hogy eljöttek a megnyugvásokra. Viszontlátásra! De hát azért utalás történt. Jó, persze. Mindjárt csak fölébred. Jó, rendben van. Augusztus 30-án, pénteken délután a meghívó szerint egy új politikai szerveződés bontott zászlót Szigetszentmiklóson, a József Attila szobornál, vezetője Dorogi Gyula. Valódi baloldal, az lett volna a neve ennek az új szerveződésnek a meghívó szerint, ám a sajtótájékoztatón éppen ez a név nem hangzott el. Milyen kiknek a képviseletében jött? Szerkesztő, köszönöm szépen a megkeresést. Először is gyorsan mindjárt egy kis helyigazítás. A vezetője nem én vagyok, Kántor Ferenc András, a otthon Szigetszentmiklóson civil szervezet egyesületnek az elnöke. Én a polgármester jelölt, tehát a képviselő jelölt a szervezet. A kérdés, hogy a valódi baloldal milyen hangzott el, hogyha őket megkérdezné például most, amit mondtam az előbb, hogy mit jelent az, hogy baloldal, hát keveset tudnák megfogalmazni. Ennek a baloldalnak most az egyik emblematikus vezetője, egy olyan úr, aki a közelmúltig szoros üzleti kapcsolatban áll a város vezetésében. Súlyos milliós sikerdíjakat tömtek a zsebébe neki, amiért jelzel megdolgozott félretés ne esik. Csak innentől kezdve kérdem, mennyire hiteles egy olyan személy, akinek a jelenlegi városvezetés Szigetszentmiklósi városvezetés súlyos pénzeket dug a zsebében, és utána ez az ember ezzel a városvezetés ellen ellenkampányt mondják ők, hogy ellenzéki kampányt indítanak. Számomra ez elfogadható és hiteltelen. Ezért aztán úgy gondolom, amikor szerkesztő azt kérdezi tőlem, hogy de hiszen van egy baloldal, nincs baloldal, nincs baloldal, a valódali baloldal az, mi vagyunk, az otthon Szigetszentmiklóson Egyesület, mi fogjuk tudni képviselni azokat az értékeket, amikre az embereknek ma Szigetszentmiklóson nagy igényük van. Mert eltűnt az a baloldal, amit még 2006-ban, meg 2010-ben még példaként mutogattak országos szinten, mert itt bizony még akkoriban a színháztermet tagsággal is meg tudtuk tölteni. Kíváncsi volnék, hogy most az MSZP tagság hitelesen
hány főből áll? A sportcsarnokot ön szerint akkor már nem töltené meg. A sportcsarnokot már nem hiszem, hogy megtöltené. Most azon gondolkodom, hogy melyik a legkisebb cukrászdi sziget személyosan, azt sem nagyon már megmondom őszintén. Polgármester jelöltként, mit tart a legfontosabbnak itt Sziget-Szent Miklóson, ha megválasztják önt, mivel kezdeni másnak a munkát? Könnyű erre különben a válasz, és nem akarom megkerülni a kérdését. De valóban arról van szó, hogy az a fajta bérlakás program, amire szerintem most valami nagyon nagy szükség van Sziget-Szent Miklóson. Egyébként egy kicsit hagyj tágítsam a kérdést, meggyőződésem, hogy országos szinten van erre nagy szükség. Mindenféleképpen ez a bakacs listámon, ha polgármesteren leszek, akkor ez lenne az első. Maradnak a helyi politizálásnál, tehát Sziget-Szent Miklóson, vagy pedig esetleg tervezik azt, hogy kilépnek az országos politikai színpadra is? Szerkesztő úr, a politikában sosem mondta, hogy sosem. Jelen esetben ilyen terveim nincsenek. Na de ugye azt szokták mondani, hogy valahol Amerikában vagy Dél-Amerikában egy lepke megbillenti a szárnyát, mert idén Európában addig a vihar van belőle. Lehet, hogy most megbillentettük a szárnyunkat, lehet, hogy valahol ez meghallgatást nyer majd, és hogyha ez így van, akkor állunk elébe a kihívásnak. Még egy kérdés itt a végén, kilépett a DK-ból, mint ahogy említette, miért? Abszolút azért léptem ki a DK-ból, mert olyan értékrendeket képviseltek, amiről nem tudtam azonosulni. Például a legutóbbi Vadai Ágnes féle interaktív lakossági fórum, amikor azt mondta egy kérdésre a devizahitelesekkel kapcsolatban, hogy nagyon jó fellelhető itt a egyéb felelőssége, mert ebből medencéket és laptévéket vásároltak. Mondta ezt egy szociál lakótelep kellős közepén, mondom, a három gyár szűnt meg, ahol emberek ezré kerültek az utcára, és muszáj voltak fölvenni a devizahitelt azért, hogy a biciklitárolóból, a szeméttárolóból, a garázsukból, a sufniukból valamilyen pénzzelvállalkozást csináljanak. Majd utána az a pénzvilág, aki ezt felajánlotta nekik, ezt a rossz terméket, ez egy büdös rossz termék volt, mint egy fóliába becsomagolt csirke, utána azt mondták, hogy gazdasági világválság van, és a 38 ezer forintos kezdőtörlesztő részleteket 120 ezer forintra felemelték. Innentől kezdve embereket végeztek, egzisztenciálisan családok mentek ebben tönkre, és akkor ide jön egy ellenzékinek magát mondó képviselőasszony, egy asszony, akinek sokat empatikusabbnak, érzékenyebbnek kéne lenni erre a témakörre, azt mondja itt egy lakótelep közepén, hogy itt erre, ezt medencék vásárlására használták. Innen üzenem képviselőasszony, itt ebből senki nem vett medencét. Csak polgármester jelöltként indul, vagy pedig képviselő jelöltként is? Megmérettettem magam mind a két helyen, polgármester jelöltként is, és képviselő jelöltként is. Van még valami, amit kellene azt mondani? Köszönöm szépen. Nagyjából? Ennyi. Az azért, ahol kicsit meg akarok, majd ezt mondom. Jó.